szövés a fő téma, természetesen a világ legszebb mestersége, ez nem is kérdés. Időszámításunk előtt 7000-re teszik azt a szövött darabkát, ami már fonott fonalból megszőtt darab. Tehát több mint 9000 éve ugyanez az alapelv működik. Nagyon sok fontos dolgot tanultam a tanáraimtól, emberileg és szakmailag is. Engedték, hogy kérdezzünk, engedték, hogy roncsunk, tévedjünk, hibát kövessünk el, amit aztán felismerjünk, kijavítsunk. Ez a hozzáállás nem csak a később majd bekövetkező tanításban hatott rám nagyon erősen, hanem felerősített az amúgy is bennem lévő pusztító kíváncsiságot. Az a szemlélet, ami a néptáncot lehozta a színpadról, a tárgyalkotásban is megnyilvánult. Tehát nem a népi díszítő művészet volt a lényeg, hanem a funkcionális tárgyak létrehozása. Hát, hogyha lenne még 6 napom. De most csinálok egy újat. 1973-ban mindenféle forrongások után megalakítottuk a Fiatalok Népművészeti Stúdióját. Nem a Fiatal Népművészek Stúdióját alapítottuk meg, hanem a Fiatalok Népművészeti Stúdióját. Azt gondolom, hogy magyar tervezőként nem kerülhetem meg a magyar hagyományokat. Lépésről lépésre, úgy, ahogy én azt csinálom, azt úgy szeretném, hogy könyvben megjelenne. Viszont ezt összeszerkeszteni, meg megfogalmazni, meg formába önteni, erre csak a Kata képes, aki már nagyon sok ilyen könyvet kiadott, már neki ebben van gyakorlata, és azt hiszem, hogyha ezt mi így ketten megcsináljuk, akkor lehet, hogy nem is éltünk hiába. A saját kezünkkel való teremtés az olyan pluszt ad, amit semmilyen kütyű, semmilyen tévécsatorna, semmilyen divat dolog vagy újdonság nem tud felülírni, mert annyira természetes hősi igény, hogy csináljunk valamit. Jaj, ezek régi patexes rongyok, ezeket még ott gyártottuk, most még nem ezelni fognak vele. De még mindig bírják, se rongyos, se koszos, de koszosnak már koszos, mert használják. Úgyhogy jó kis gyár volt az. 1982-ben alkalmam nyílt a Pamut textilművekbe menni tervezőnek. Én azt gondoltam, hogy annak van létjogosultsága, és igenis én meg fogom mutatni, hogyha sikerül, akkor én gyárban is olyan értékes, esztétikai értékű tárgyakat fogok tudni tervezni, amelyek egyenértékűek azzal, mint hogyha kézzel szőnék egy abroszt. A használónak teljesen mindegy, hogy én szőttem meg, vagy a gyár szőtte meg, és ezt nyugodtan le lehet vörösborozni. Na, Dafke, majd kimossuk. Egy kézzel szőttek meg nem biztos. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének alkotóházában vagyunk, a nyári szövőtáborban. Ez a hely sugározza azt a kettősséget is, ami az én sorsomban, életemben folyamatosan jelen van. A népi kultúra iránti szerelem, vagy elköteleződés, illetve a modern világa a lakótelepi házak között, ez a kis parasztház. Kevés embernek is érdemes megmutatni. Nem kell feltétlenül sportcsarnok méretekben gondolkodni. Ez amúgy is egy viszonylag intim műfaj, amikor kéz a kézzel dolgozik. A személyes tanítás, akár szakkörben, akár iskolában, meg a könyvek általi tanítás annyira meghatározóvá vált, hogy most már nem is nagyon tudom magam másképp meghatározni, mint szövős tanárként, akinek a legfontosabb talán az, hogy ezt a sok csodát, amit megismertem, vagy legalábbis tudok róla valamit, azt megmutathassam másoknak is, elméletben is, gyakorlatban is.